most már aztán késő van. Na, hello mindenkinek, én a hatlábú farkas vagyok, mint ezt nagyon szuperül láthattuk is valószínűleg. Ez a következő leltár videó, a pontos idő, hajnali 4:01 van, a dátum pedig november 22 van, hajnali 4:01, ugye, ahogy mondtam az előbb. Lássuk a leltárt, hogy mi az, ami most nekünk jelenleg van. 1, 2, 3, 4, 5-ös, 6-os darab Winchester, 2 darab billentyű. Most tényleg úgy néz ki, mint egy billentyű. Na, nem, szóval 2 darab egér. Ott van egyetlen darab USB-s billentyűzetünk, ott alul láttok 3 darab tápot, 3 darab tápkábelt. Itt van egy üres számítógép ház, ami sajnos súlyos hibával küzdik, mert nincsen benne bekapcsoló gomb. A bekapcsolását a számítógépnek egy ilyen tuning eszközzel fogom majd nagy valószínűség szerint megoldani. Mindegy, erre nem nagyon térjünk ki. Na nézzük a többi alkatrészünket, mert memóriával azért nagyjából el vagyok látva, csak a méreteikkel nem túlzottan tudtam kibékülni. Ezek mind SD memóriák, értelemszerűen a 370-es sorozathoz. Itt van egy... teljesen pontosan sajnos nem látom. Ez egy 64-es, végre el tudtad olvasni, ez egy 128-as. Ez egy 128-as, ez egy 64-es, ez pedig egy óriás. Ez egy óriás, 512-es. Na, itt van egy darab DDR-es memóriám, hatalmas, 256-os, kivéthetetlen mennyiségű. Egy darab kislemezünk van, van egy darab AGP-s videokártyánk. Hát nem mondhatnám, hogy hatalmas dózis mennyiség. Van kettő darab sima PCI-os S3 trió, ugye volt az a harmadik, de hát ez kérdőjeles. Mindegy. Három darab PCI-unk van, mint PCI-s videokártya. Processzorból hát van egy csomó. 370-esből itt van 1, 2, 3, 4 darab, 478-asból 2 darab, és hát az alaplapok. Igen. Na, hát az alaplapokkal nem igazán sikerült kibékülni. Ennek több oka is van. Először is azért, mert az alaplapoknak része nem működik. Vegyünk például egy ilyet, hogy 533-as MSI, ami valami baromira nem akar működni. Az MSI-nek, ennek az alaplapnak, amit éppen a kezembe tartok, az az egyetlen egy baja van, hogy a BIOS-ig működik, bármit beállíthatsz, és abban a pillanatban, hogy elkezdesz betölteni bármit, bármilyen operációs rendszert, az egész alaplap újraindul, és magát a rendszert nem tud használni. Például bootos lemezekről, például a rendszer telepítéskor is ugyanúgy újraindul, tehát valami speciál baja van. Ezekben az esetekben a alaplapot fejjel lefelé tesszük oda, hogy véletlen elkezdjük használni. Ez a másik alaplap, ez egy kérdőjel hegyet valósított meg elmém rüskös sarkaiban. Ez egy gigabájtos deszka, 775-ös foglalattal, ha teljesen jól emlékszem, sajnos nem vagyok benne biztos, hogy jól emlékszem, de valószínűleg ez egy 775-ös deszka, és ez sem akar se elindulni, se bebutolni, se sípolni, semmit. Egyszerűen csak van, és kész. Tehát nem nagyon tudom használni. Nem nagyon akarom levenni róla a processzor hűtőt, meg a procit kicserélni. Egyetlen 775-ös procim van, egyetlen 775-ös hűtővel, úgyhogy ez nem kerül fejjel lefelé. Itt egy másik alaplap, hát ez a szép reményű Elite Group nevezetű deszka, egyetlen darab 512-es állat memória társasága van. Ezt nem tudjuk, hogy működik-e, ez nem nagyon volt még kipróbálva. Hatalmas valószínűséggel ez a lila deszka kerül majd bele a kapcsoló nélküli gépbe, de ez erősen kérdőjeles, mert ezt sajnos még nem tudjuk. Van itt egy másik alaplapunk is itt fönn, ez egy Mercury csodadeszka. Azért hívom ezt most csodadeszkának, mert a 478-as foglalat ellenére SD RAM memóriákat kapott a DDR helyett, és AGP meg az SD memória kicsit furcsán így ez mellett. Semmi gondunk nincsen, működik biztos, mert nem próbáltuk még ki. Vannak ide kábelek, van
Vinyó van, egy csomó minden. Na, a leltár videó következő része, ja, kislemez, ugye, ezt majd be kell tenni a házba. Na, a leltár videó következő része, ja, még nem is köszöntem. Jó, mindegy, amúgy is halljátok, hogy én vagyok. Leltár videó következő része, mire lenne szükség? Mivel teljesen esélytelen, hogy bárki bármit is küld, kicsit zárójelbe következnek a következő mondatok, jó? Mert nem valószínű, hogy ezt a ingyen számítógép adogatást majd én fogom folytatni a továbbiakban. Rövidesen ezt mindjárt ki is fogom fejteni. De zárójelbe, hát ha valakinek elpattan az agyában egy érés, és úgy gondolja, hogy nem szalad egyből szívinfarktus kapni, hanem elküldi azt, ami neki van, és már rohadtul nem tudja használni semmire, mondanám tehát a listát. Szükség lenne... házra, ez a ház egyenlő üres számítógép doboz, ami nem tartalmaz alkatrészeket, jó? Tehát, hány számítógép ház kell nekünk? 1, 2, 3, mert ez nincs is, ne is vegyétek figyelembe. 1, 2, 3, ugye? És van ebből 1, tehát kell 2 számítógép ház. Viszont 1, 2, 3 darab monitor is szükséges lenne, 2 darab billentyűzettel, mert egy van, 1 darab egérrel, mert 2 darab egerünk van, nem kell Winchester! És tudjátok, hogy miért? Mert soha senki nem küldött nekem Winchestert, ugye? Ugye nem, persze. Most aki küldött nekem Winchestert, az rohadtul mérges rám, hogy én azt mondtam, hogy nem küldött soha senki. Szóval ez a nagyságrend, ugye? 200 forint egy darab 40-es vinyó a Blahalúza téren. Értelemszerűen a vinyók nem 100%-os vinyókat tartalmaznak, hanem 97%-osokat. De haver, tudod mit? Still better than nothing. Szóval egy teljesen hibátlannak tűnő, rohadt jól működő vinyóról van szó. Szóval semmi baja, egyszerűen csak működik. Szóval nem kell vinyó, nem kell DVD olvasó, nem. Ház kell, CRT monitor kell, billentyűzet kell, és kész, semmi más. Memória, persze, mert, jaj, bocsánat. Azért kellene memória, mert a, na jó, beárnyékoltam. Kicsit gyenge a lámpa, majd upgrade-elek egy kicsit erősebb lámpára. Mert SD memóriából baromi jól el vagyok látva a 3260-i, meg 128-asokat, de ezekkel nem megyek semmire. Ezeket ki kell dobálnom. Tehát a leggyengébb memória, amire támaszkodhatok, az ez. 256-os. De ez sem DDR-es memóriába. A DDR-esbe az a 512 a legkisebb. Világos? Az SD-be a legkisebb a 256-os. Tehát pont rosszul van elosztva. Azokat a memóriákat, hogy 32, meg 64, ezeket ki kell dobálnom, mert már nekem is értéktelen. Ugye világos? Na, zárójel bezárva, jó? Tehát agyérelpattanás, szívinfarktusos csávoknak mondom, hogy ezeket nyugodtan lehet küldeni, jó, még van rá kb. Egy 2-3 hetetek, talán egy hónapotok, és vége. Semmi egyéb. Na, a többieknek meg, az ellenzőknek mondom, hogy nem tudtatok megállítani, mert 50 számítógépet kiosztottam, ez az egy, ez itt, a lábammal mutatom, ez 51. lesz, szégyen szemre bekapcsológom nélkül, és tudod mit? Így is nagy érték lesz annak a családnak, aki majd használni fogja. Mit is mondhatnék? Mivel megszűntek a bevételi forrásaim, tehát az alkatrészeket már nem küldözgeti senki, ezért valószínűleg föl fogok hagyni az ingyen számítógépek összepakolgatásával, és helyette ezeket az alkatrészeket a valóban rászorulók között szét fogom osztani. Valószínűleg egyik vinyóra se fogok telepíteni semmit, egyetlen alkatrészre se fogok semmit se irkálni, egyszerűen jó, működik, nem jó, nem működik, nem fogom tesztelni, nem fog érdekelni. Ez most a jövő. Ugyanis senki nem küld nekem alkatrészeket, vagy ezeket a gépeket, mert ez itt sok gép ám, hogyha ez itt mind működne, ezeket a gépeket elküldenék. Úgyhogy valószínűleg ennyi volt ez az egész, és nagyon szépen köszönöm, hogy eddig is kitartottatok. Ugye ez azoknak vonatkozik, akik küldtek nekem alkatrészt. Szóval nagyon szépen köszönöm azoknak a nevébe, akiket... hát hogy mondjam...
egy minimális boldogsággal ellátott a számítógép jelenléte, mert neki nem nagyon volt semmiféle boldogságforrásuk az elmúlt időszakban. Úgyhogy nagyjából ennyi. Aki szeretne küldeni alkatrészt, az tudja a listát. Aki meg nem küldött eddig se, meg eztán se fog, az meg kurvára leszarja, hogy milyen videókat csinálok. Úgyhogy ez így kb. Ennyi. Mindenkinek jó egészséget és rabszolgamentes életet.